A Bonyhádi járási ügyészség vádat emelt egy közös képviselő ellen, aki a társasházak közös képviseletét látta el Bonyhádon. A vádlottal szemben üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntette miatt emelt vádat. A vádlott bűnössége az ügyészség álláspontja szerint megállapítható, ezek a bizonyítékok pedig a vádlott beismerő vallomása, sértetti képviselők feljelentése, tanúvallomásai, feljelentések tartalma, kutatásra, lefoglalásra készült jegyzőkönyv, fényképmellékletek, lefoglalt bankszámla, kivonatok, illetve számlák, illetve elsősorban a revizori vélemény. A vádlott 2016 és 2021 év közötti időszakban az általa képviselt társasházak számlájáról több részletben vett fel készpénzt. Kisebb értékre üzletszerűen elkövetett csikasztás büntetével vádolja továbbá az ügyészség a vádlottat, hanem ehelyett az egy bűncselekmény helyett egy rendbeli a BTK 372. szakasz első bekezdésébe ütköző, de a második bekezdés B pont BC alpontja szerint minősülő szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétségével. A vádlott által okozott kár az általa képviselt 6 társasház vonatkozásában összesen mintegy 8 millió 400 ezer forint. Ezért a bíróság a vádlottat halmozott büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítéli, a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg, a börtönbüntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggeszti, a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának elrendelése esetén a feltétele szabadságbocsátás legkorábbi időpontja a büntetés 2/3 részének kitöltését követő nap, kötelezze a vádlottat, hogy az ítélt jogerő emelkedését a számított 15 napon belül kártérítés címén fizessen meg. A vádlott az előkészítő ülésen a bűnösségét beismerte az előre tudott vagyoni bűncselekmények vonatkozásában, és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott.